Egy nemzeti színű, ötszögletű, hímzett sejem sportzászló a hónap műtárgya a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeumban. A tárgy a legendás 1953. november 25-én lejátszott futballmérkőzésnek állít emléket. Az aranycsapat minden idők legjobb magyar labdarúgó válogatottjának közismert neve. A Magyar Labdarúgó Szövetség 1949. januárjában választotta Sebes Gusztávot a magyar válogatott kapitányának. A csapat siker szériája 1950-ben vette kezdetét, amikor Varsóban 5-2 arányban legyőzték a lengyel válogatottat, mondta Mácsainé Iván Éva, történész, muzeológus. 2 évre rá a Helsinki olimpián minden mérkőzésüket megnyerték, és a döntőben Jugoszlávia ellen 2-0-ra sikerült győzniük. A csapat további sikerszériája folytatódott. 1953. májusában Rómában 3-0 arányban legyőzték az olasz válogatottat, és ezzel megnyerték az Európa kupát. Az 1954-es világbajnokságot megelőzően került sor a mai napig híres 6-3-as meccsre, amit Angliában játszottak. Az Angol Labdarúgó Szövetség főtitkára a Helsinki olimpián kérte fel a magyar válogatottat egy barátságos mérkőzésre, hívta meg őket Londonba, és Sebes Gusztáv is fogadta ezt a meghívást, ami elég nagy bátorságra vallott tőle, hiszen nem volt felhatalmazva arra, hogy elfogadja ezt a meghívást, és Rákosnyi Mátyás eléggé zokon is vette ezt, kétséges volt, hogy egyáltalán megkapják az engedélyt a kiutazásra. Végül azonban a rengeteg siker megnyitotta előttük az utat, és mehettek Londonba. A londoni mérkőzés előtt néhány nappal játszottak egy meccset a Népstadionban, ami nem sokkal korábban készült el, a svédek ellen, és itt csak 2-2-es arányú, vagy 2-2-re végződött a mérkőzés, egy döntetlent játszottak, ami nagyon megtépázta a csapat önbizalmát, nagyon negatív kritikát kaptak, és Sebes Gusztáv ezt úgy próbálta orvosolni, hogy lemondta a repülő útjukat. 1953. november 25-én játszották ezt a mérkőzést, ami nem csak két ország összecsapása volt, hanem két világrend összecsapása is, ezen kívül pedig a labdarúgás régi és új iskolájának a megmérettetése volt egyben. Rendkívül nagy újítás volt a magyar válogatott részéről, hogy a világon elsőként ők álltak fel 4-2-4-4-es felállásban a pályára. Ez azt jelentette, hogy 4 hátvéd, 2 csatár és 4 középpályás játszott a mérkőzésen. Később ezt a taktikát sikerrel alkalmazta a válogatott brazil csapat is, akik világbajnokok lettek. Mérkőzés előtt az angol sajtó elég kritikusan bánt a magyar csapattal, és a svédek elleni döntetlen után nem is ők voltak az esélyesei ennek a mérkőzésnek. Azonban a legnagyobb meglepetésre legyőzték a 90 éve veretlen angol válogatottat. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az angol válogatott a veretlenségét csak a kontinensről érkező csapatokkal szemben őrizte. Az általuk hazai csapatnak tekintett skótok, írek és velsziektől azonban több alkalommal is vereséget szenvedtek korábban. A mérkőzés első percében a magyar csapat vezetést szerzett Hideg Kuti Nándor góljával, amit az angoloknak csak a 15. percben sikerült egyenlíteniük. Ezt követően pedig a következő néhány percben 3 magyar gól is született, a 21. percben szintén Hideg Kuti, a 24. és a 28. percben pedig Puskás Ferenc lőtte a labdát a hálóba. Az angolok egy kicsit szépítettek még a 37. percben egy góllal, de a félidő 4-2-re a magyar fél javára dőlt el. A magyarok a második félidőben sem vettek vissza a tempóból. Kialakult a magyar győzelem és a 6-3-as végeredmény. A tárgy 1969. augusztusában került a megyei testnevelési és sporttanácstól az intézmény újkor történeti gyűjteményébe, azonban az ezt megelőző történetéről nem sokat tudni. 1993-ban, november 25-ét a magyar labdarúgás napjává nyilvánították. Ennek a győzelemnek a híre nagyon gyorsan elterjedt a világban, a sajtónak köszönhetően. A magyar lapok is címlapon hozták a győzelmet, a győzelem hírét és részleteket a mérkőzésről.
Magyarországon ekkor még nem volt televíziózás, és rádióközvetítés útján értesültek az emberek erről a mérkőzésről. Szepesi György volt a rádióriporter, akinek hangja örökké összefonódik ezzel a mérkőzéssel, és a hazatérő csapatot hatalmas ünneplő tömeg fogadta. Kitüntetésben részesültek nem csak a játékosok, hanem az edző, a szövetségi kapitány, az Országos Testnevelési és Sportbizottság labdarúgó osztályának vezetője, és még Szepesi György rádióriporter is. Ezen kívül ez a mérkőzés rendkívül nagy hatást gyakorolt a társadalom minden rétegére. Mindenki egy kicsit magáénak érezte a válogatott győzelmét. Rengeteg emlék készült a mérkőzésről, például sportzászlók, tablókat készítettek róla, nagyon nagy híre volt, nagyon nagy jelentősége volt, a munkásokat is magas, vagy több munkára ösztönözte, mert ekkoriban egy ilyen győzelmet meg kellett ünnepelni munkával is, ezért a dolgozók akár több 100%-kal is túl teljesítették a normákat ennek a mérkőzésnek az ösztönzésére. A tárgy 1969. augusztusában került a Megyei Testnevelési és Sporttanácstól az intézmény újkor történeti gyűjteményébe, azonban az ezt megelőző történetéről nem sokat tudni. A zászló történetéről nem tudunk semmit. Minden bizonnyal a mérkőzés után közvetlenül, mert 53 és 56 között volt a legnagyobb visszhangja ennek a mérkőzésnek, valószínűleg akkor készülhetett. 1993-ban, november 25-ét a Magyar Labdarúgás napjává nyilvánították.